Múltkor azt kérdeztem tőletek, hogy mi az a játék, amit a környezetetek 10 per 10-esnek tart, de ti mégsem tudnátok játszani vele. Sok komment érkezett, lássuk őket, íme. Nem tudom, meddig lehet elvenni még a hülye intrókat a magthoz. Szóval múltkor ezt kérdeztem tőletek, hogy mik azok a 10 per 10-es játékok, amikre valamiért mégsem tudjátok rávenni magatokat. Szemezgettem, ugye a múltkori magt kommentjeiből volt egy közösségi poszt nemrég, és volt egy közösségi poszt több évvel ezelőtt, amikor még nem is tudtam, hogy ebből videót akarok csinálni, de leesett, hogy onnan, tehát magamtól loptam ezt a kérdést még régről. Na mindegy, jöjjön ma az új, mert támogatásával a magt következő részre. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele. Lehet, hogy csinálok egy magt intrót. Ezt. Kezdjük is Razet Chan kommentjével. Nekem két játék kategória van, amivel sosem játszok, és nem is akarok a jövőben sem. Az egyik a Souls-like játékok. Ezekkel az a bajom, hogyha egyszer leülök egy nagy ritkán játszani, akkor nem szenvedni és felcsesződni szeretnék, hanem szórakozni. Ez voltam, hogy az egyik leggyakoribb válasz. Többen írtak a Souls-like játékokat, és kifejezetten ezzel az indoklással, hogy az annyira frusztráló játék, annyira ideges leszel tőle, hogy nem akarod idegeskedéssel tölteni azt az időt, amit szórakozásra szállsz. Ez volt így az általános logika. És az az érdekes, hogy amúgy kifejezetten azért jutott eszembe ezt a kérdést feltenni a magton, mert én nekem a válaszom erre a kérdésre nagyon sokáig az Elden Ring volt, hogy tudom, hogy hú, mennyire jó ez a játék, meg milyen jókat mondanak róla, de én nem próbálnám ki, mert a Souls-like olyan nehezek, és mit tudom én. És aztán most nemrég, egy pár hete ugye rávettem magam, hogy streamen kipróbáljam ezt a játékot, és azóta totál rákattantam az Elden Ringre, és tényleg egy kurva jó játék, és azt érzékelem, amúgy a Souls-like-okkal kapcsolatban, azok, akik még nem próbáltak Souls-like játékot, és én is ilyen voltam egy pár héttel ezelőttig, mármint úgy igazi From Software Souls-like játékot, azok egy kicsit szerintem azok számára túl van reagálva, hogy mennyire nehéz a Souls-like. Tehát azok, akik megjátszanak vele, azok így leírják, hogy fú, mennyi időt kell tölteni vele, fú, de nehéz, és fú, de sokszor neki mész a bossnak, és fú, de idegesítő, és hányszor halsz meg, és tödödöm, amikor igazából ez azért nem ennyire nehéz játék, tehát azért mégiscsak ez egy videójáték, ami arra van kitalálva, hogy végig tud játszani, tehát hogy nem akarja a fejlesztő sem azt, hogy ne tudj vele játszani, hanem szimplán igazából az, hogy fú, de nehéz a játék, és milyen sokszor kell belevágni, az mondjuk a játék első 3-4 órájára igaz, de ott sem egy ilyen nagyon frusztráló dolog, csak így addig megtanod a játékot, és utána azért már annyira nem nehéz, tehát hogy én a Souls-like-okon azt érzem, hogy egy kicsit ez a helyzet. Szóval, aki így van a Souls-like-okkal, azért bátran próbált ki. Én főleg az Elden Ringet ajánlom. Szimplán az a legújabb, és amúgy azok, akik játszottak mindegyikkel, ő szerintük is egy nagyon-nagyon jó kiemelkedő, sokak szerint a legjobb Souls-like játék. Szóval próbáld ki az Elden Ringet tényleg. Tehát, hogy így nem véletlenül egy 10 per 10-es játék, és ez egy videójáték, amit végig lehet játszani, tehát azért nem végig játszhatatlanul nehéz. És a másik kategória, még folytatom a kommentet, a túl pörgetett FPS játékok, ezekkel annyi a problémám, hogy már attól szédülök és rosszul leszek, ha nézem. Nem tudom, hogy mi pontosan a túl pörgetett FPS, vagy hogy mire gondol ez alatt, de gondolom az ilyen pörgős aréna shooterekre, és ez egy tök érdekes kategória, hogy hiába tök jó egy játék, hogyha eleve annyira akciódús, hogy egyszerűen rosszul leszel tőle, akkor nem tudsz vele játszani. És egy csomóan vannak, akiknek van egy olyan, hát ugye ez tengeri betegség, nem tudom, a motion sickness-re csak a tengeri betegség van, de ugye ez nyilván nem csak tengeren jön elő, hanem van autóban is, meg mit tudom én, de hogy ja, azok, akik így nagyon szédülnek, és nem bírják ezt a gyors mozgást, nyilván ugyanaz történik amúgy, mint a tengeri betegségnél, tehát hogy látsz egy gyorsan mozgó dolgot, amit meg az agyad ugye nem érzékeli a testeden az egyensúlya, meg a mit tudom én, mivel, hogy ennyire gyorsan mozognál, és az agyad azt hiszi, hogy biztos valamivel megmérgeztek, és azért érzékel az agyad ilyen hülyeségeket, és ezért hányni akar. Ugye ez konkrétan a tengeri betegségnek a mechanikája. Ezt simán elő tudja hozni nem csak egy VR játék, hanem egy sima monitoron lévő játék is, szóval, hogy egy csomó embert ez sajnos kivon ezekből a tök jó arénas úterekből. Boldizsár írja, hogy igaz, mobil játék, de sosem tudtam megérteni azokat, akik az Aszfalt sorozat után rajonganak. Oké, autós játék meg minden, de kb. A legkevésbé realisztikusabb autós játék azok közül, ami akkor dívott. Valahogy így vagyok a Halálos Iramban-okkal is. A Halálos Iramban Slendert azt nem tűrjük itt ezen a csatornán, a Halálos Iramban az ilyen jó. Hey Mia, dugd el a baba olajat! Csak szivatlak! Inkább te dugd el a benga homlokodat!
Én csak vicceltem, de mindegy. De nyilván elfogadom, hogy valakinek nem tetszik, de én a Halálos Iramban filmeken nőttem föl, már mint az első három részen. A későbbiek azok olyanok, hogy így paródiaként tök jók. Na mindegy, de aszfalt sorozat. Az aszfalttal én mindig úgy voltam, hogy amikor időről időre rám jött, hogy akarok valami autós játékot játszani a telefonomon. Mert mondjuk nincs időm leülni a gép elé. Csak van valami autós játék telefonra, érted? Tehát, hogyha ha egy olyan grafikájú játék, mint mondjuk az Underground 2, ami akkor kolosszálisan új volt, hát egy PS2 hardware-ével már megegyeznek ma a telefonok, tehát nincs egy Underground 2. És akkor láttam nagyon sokszor, hogy ezt az aszfaltot, és kipróbáltam is így. Mert ez nem egy autóversenyzős játék, ez nem hogy nem szimulátor, még egy arcade versenyzős játéknak is nem megy el. Tehát, hogy ez az alig egy autós játék, éppen, hogy egy autós játék, semmi köze nincsen a vezetéshez, se semmihez, és erről viszont eszembe jutott, hogy tehát, hogyha autós játékot akarsz a telefonra, akkor miért nem töltesz le egy emulátort, és játszasz PS2 autós játékokat telefonon, úgyhogy most én elkezdtem az Underground 2-t a telefonomon, és tök jó. Night Hunter írja, bármilyen nagy sikerű horror játék, amiben a horror jobban dominál, mint az akció elemek, például a Resident Evil 7-et nem tudtam végigjátszani, mert attól tényleg féltem, de Rezi 4 remake mai napig egyik kedvencem. Azokkal úgy vagyok, hogy szívesebben nézek róluk streamet, de játszani nem tudok velük. A horrorral nekem is van egy ilyen bajom, játékokkal és filmekkel, hogy nekem van valami nagyon komoly averzium a jumpscare-eket. Tehát, hogy én nem bírom mentálisan a hirtelen hanghatásokat, és az ezektől való félelem pedig elvonja a figyelmemet, hogy élvezni tudjam a sztorit. Pedig amúgy szeretem a horror meg thriller dolgokat, tehát szeretem azt, ami félelemmel tölt el, de hogyha attól kell félnem, hogy egy ilyen olcsó jumpscare megijeszt, akkor nem tudok figyelni a filmre. És te például horror regényeket tökre szeretek olvasni. Tehát, hogy írásban, ahol nem tud jönni jumpscare, szeretek félni ezektől a dolgoktól, de én sem bírom. Ez is lehetem, hogy egy olyan dolog, mint az Elden Ring, hogy ki fogok próbálni streamen valami jó kis horror játékot, és talán akkor azzal majd ezt meg tanulom leküzdeni, de amúgy éppen miatt a horror filmeket meg játékokat egyszerűen én sem bírom, mert ami ezekkel az ilyen olcsó, egyszerű jumpscare-ekkel dolgozik, azt nem fogom bírni egyszerűen. Icix Lili írja, bármelyik háborús játék, az 1990-es évek elején szerbiai bombázások alatt nőttem föl, és noha közvetlenül nem érintett az eset, van egyfajta belső visszaigásom ezektől a játékoktól. Attól még lehetnek jó játékok, de számomra még úgyis, hogy csupán csak érzéseim vannak inkább, mint emlékeim arról az időről, túl valósak. Ez volt az egyik szerintem legfontosabb komment, ami érkezett a videó alá, és amiről egy kicsit megfelejtkezünk, amikor így beszélünk a videójátékok és az erőszakos lövöldözés, bombázós, nem tudom milyen dolgokról, hogy van az általános hozzáállás ezekhez az agresszív, lövöldözős videójátékokhoz, hogy jaj, elrontja a gyerekeket, meg mit tudom én, ami nyilván az hülyeség, meg kutatások is igazolják, hogy hülyeség, viszont a mi része viszont nem hülyeség, az, hogy nagyon sokak számára, akik mondjuk ebben nőttek föl, ilyen háborús közegben, és tegyük hozzá, relatíve szerencsések vagyunk, hogy amúgy milyen kevesen vannak, akik ilyen helyzetben nőnek föl a múlthoz képest, azok számára ez egy ilyen komoly, ilyen PTSD-t előhozható élmény lehet. És hogy, ja, egy csomóan vannak, akik számára egy annyira reális emlék, vagy hát, mint ahogy Lili írja, egy emlék foszlány, a háború, a bombázás, hogy egyszerűen olyan emlékeket hoz fel, hogy már nem tudnak a játékra figyelni. És hát függetlenül ezek lehetnek nagyon fontos játékok, amik így erről szólnak, és lehet egy fontos üzenetük, vagy fontosak a játék történelemben, de lesznek olyan emberek, akik nem tudnak vele játszani. Randall írja, lehet felőlem 11/10-es is a játék, ha az pixel grafikás, anime vagy szopatós a játékmenet, akkor engem nem fog érdekelni. Én például a játékokat szeretem easy-n játszani, mert inkább a filmszerű játékélmény az, ami megfog. A töltő képernyő pedig nagyon kibillent a flowból. Code Multiban is hiába van sok ezer órám, a kampányt mindig a legkönnyebbre állítom, nekem nem ad semmivel többet a játék, a két találatból meghalok és kezdhetem előről, inkább csak elvesz. Na ezért nem fogok kipróbálni sosem Souls-like játékokat. Na ez is egy nagyon érdekes dolog, megint csak a Souls-like-ról már meséltem, hogy ez milyen, de hogy van egy ilyen hülye mentalitás, ami szerintem valamilyen szempontból mindig is létezett a videójátékban, de minthogyha az internet, tehát az internetes videójátékos közösségek, meg a videójátékos tartalomgyártók így az elmúlt években
években felerősítették volna ezt, egy ilyen elitizmus a nehézség felé. Tehát, hogy minél nehezebb, annál jobb a játék, és minél nehezebb játékot játszol végig, annál jobb, annál igazibb gamer vagy. Holott nézzek, tehát ez már a játék fejlesztőknél is van. Tehát van konkrétan olyan játék, ami a kisbabának hív, hogyha a legkönnyebb módot választod. És pedig azért értsük már meg, hogy ugye a videójátékok az egy ilyen szórakoztató médium, egy ilyen power fantasy-re épül, hogy te olyan dolgokat tudsz megcsinálni a videójátékos karakteren keresztül, vagy ő általa, amikre a való életben nem lennél képes, és ez is szórakozást tud adni. És igen, van, aki számára a kihívás az, hogy belerak nagyon sok időt abba, hogy meg tudjon csinálni egy nehéz kihívást, és kitanulja, és mit tudom én, az is ad egy elégtételt, és ez is egy aspektusa a videójátékozásnak, vagy tehát, hogy ez is egy dolog, ami miatt videójátékoznak az emberek, de azért alapvetően a mint médium ez is történetet ad át, meg stb., amit át lehet élni a legkönnyebben, és ez egy ilyen nagyon hülye elitizmus ezeket az embereket lenézni emiatt, mert ők ezt az utat választják. Szóval igen, ez is egy érdekes kérdés. Bár nem tudom, mennyire válaszol erre a kérdésre, de igen. Ha valami túl nehéz, akkor nem játszunk vele. Mondjuk a Souls-like-ra, mondom, tehát szerintem a Souls-like-ban ez is van, hogy felerősítik az emberek, hogy mennyire nehéz, hogy ezt az ilyen nehézség elitizmust így még jobban rárakhassák, hogy még jobban érezhessék, hogy én vagyok az igazi gamer, mert és csalásnak hívok az Elden Ringbe dolgokat, hogyha summonnal ölsz meg valamit, vagy mit, pedig a játék adja azt a lehetőséget neked, de ha felhasználod, akkor nem vagy elég jó játékos. Tehát, hogy ez egy ilyen annyira fasság, és pont ez a negatív következménye, hogy elriaszt embereket olyan játékoktól, amik amúgy nem is annyira nehezek, csak annyira fel van erősítve, hogy mennyire nehéz, hogy sokan ki sem merik próbálni, pedig érdemes. Lirce Ofikál, ez tényleg Ofikál, bocsánat, írja, hogy FIFA, ennél unalmasabb játékot nem nagyon tudok elképzelni. Amúgy ezt nagyon sokan írták a videó közösségi poszt, meg még a 2 évvel ezelőtti közösségi poszt alá, és én is egy kicsit így vagyok vele, hogy én azt érzem, hogy mintha ezek a csoportos labdajátékok, a szimuláló játékok, és nyilván a FIFA, vagy hát EA Sports, FC 25, az NBA, az NHL, az NFL, tehát az összes ilyen csapatsport szimulátor, ezek mintha nagyon hasonlóak lennének, és mintha egy ilyen teljesen másik kategóriája lenne a játékoknak, tehát hogy semminél nem hasonlít a többi műfajhoz, és ezzel, mintha így a játékosoknak egy ilyen teljesen külön kategóriája lenne. Nyilván van átfedés, meg van, aki mindenféle játékokkal játszik, de én is úgy vagyok, hogy számomra annyira nem tudom elképzelni, hogy annyi időt belerakjak egy ilyen sportjátékba, amennyit mások beleraknak, hogy ezzel én is amúgy teljesen így vagyok. És tegyük hozzá, hogy azok pedig, akik játszanak ezzel, és azok, akik szeretik a sportjátékokat, ők se tudnak 10/10-es sportjátékot mondani, mert ugye minden aktuális rész ők is lehúznak, szóval, hogy én nem hallottam még pozitív véleményt ezekről a sportjátékokról, azon kívül, hogy tudom, hogy az emberek elképesztő sok időt beletölnek, de azt hiszem, hogy ez a kizárásos alapon, vagy mintha azért játszanánk, mert kötelező, vagy nem is tudom, hogy... Tehát, hogyha ha nem 10/10-es a FIFA, akkor tényleg csak azért játszik az emberek, mert nincs jobb. Miért nem csinált még valaki egy jó sportjátékot? Ronix írja, meg még amúgy nagyon-nagyon sokan, League of Legends. Mindenki ezt nyomta a környezetemben, és még mai napig is van, aki hype-olja. Én egyetlen egyszer töltöttem le, és egy meccs után töröltem is. Tényleg nagyon sokan írták a LOL-t, viszont azt sokkal kevesebben írták le, hogy ők amúgy miért? Hogy mi az, ami miatt nem játszanak a LOL-lal? Mert mondjuk, el tudom képzelni, van akinek mondjuk az RTS irányítás nem annyira szimpatikus, point and click, vagy nem tudom, ez nem annyira jön be, vagy túl komplex a játék, mert amúgy eléggé komplex a játék, tehát hogy ez tényleg egy nagyon sok mindent kell tudni és stratégiát alkalmazni azon kívül, hogy hozzányúltál az egérhez, és utána még ennek a megvalósítása is nagyon komoly türelmet és pontosságot igényel, és amúgy egy meccs elég hosszú tud lenni, és az, hogy meccsről meccsre tanulj valamit, az nagyon sok ideig tart, ezeket mind megértem. Én személy szerint a LOL-lal amúgy azért nem tudok játszani, mert egyszerűen iszonyú toxikus az a közönség, aki játszik ezzel.
és annak ellenére, hogy a játékot tök jónak tartom, tökre tetszik a LOL, tehát minden alkalommal, amikor kipróbáltam, tökre élveztem, és látom azt, hogy mit tudok a játékról, semmit, és hogy milyen szintre lehetne eljutni, és látom azt a fejlődési útvonalat, ahova eljuthatnék, hogyha gyakorolnék és játszanék vele, és mit tudom én. Viszont nem tudom ezt az utat bejárni, mert ehhez át kell rágnom magamat nagyon-nagyon sok meccsen, és nem minden meccsen, de a meccsek egy jó részén szembe kéne néznem azokkal a végtelenül toxikus emberekkel, akik egyszerűen nem tudják elfogadni azt, hogyha valaki kezdő egy játékban, amiben ők nem kezdők. És ez az a borzasztó vélemény az, ami miatt szerintem ez játszhatatlan és borzalmas ez a játék. Annak ellenére tudom, hogy sokan játszák, az e-sportot szeretem nézni belőle, streamereknél szeretem nézni, tehát hogy ez egy én tök jó játéknak tartom, de soha nem tudnám rávenni magam, hogy játszak vele. Csaba írja, amik nem jönnek be nekem, pedig sok haverom játszik ilyenekkel, ez a Farming Simulator és társai. Egyszerűen túl lassú a játékmenete nekem, és előre haladni sem tudok vele olyan formában, mint ahogy élvezném. Ez egy tök érdekes, ami ezzel kapcsolatban felmerül, hogy van a játékoknak egy ilyen sebessége. Tehát, hogy egy játékos mit érez haladásnak egy játékban, mik azok az elemek a játékban, amitől azt érzi, hogy halad előre a játék, és hogy valamivel többet ért el most, mint az előző sessionhöz képest, és hogy ebben, mint játékosok, mennyire széles skálán mozgunk, hogy mi elég. És ez megint a Souls-like-okkal kapcsolatban, most ez a videó elég a Souls-like-okról szól, tényleg nagyon sokan írtak, de hogy ott is szerintem ez van, hogy az emberek azt érzik, hogy úristen, másfél-két órát kell egy bosszal eltölteni, tehát egyetlen bosszt ölsz meg egy session alatt, vagy akár még egyet se, csak tanulsz a bossról valamit, az nekik nem jó, nem jó haladás, és a Farming Simulator is egy nagyon lassú játék, és lassan történnek a dolgok, de én úgy gondolom, hogy amúgy szerintem kéne egy kicsit lassítanunk. Tehát, hogy ma már annyira gyors minden, annyira gyorsan ezt a haladás miatti dopamint meg szerotonint nyomják a nem csak a videójátékok, hanem minden más tartalom, hogy gyorsan történjenek a dolgok, mert attól gyorsabban kapsz jó érzést, és ott maradsz annál, és arra figyelsz, és nem pedig másra, és neked lehet eladni a reklámokat. Ehhez képest van egy csomó játék, ami ilyen tök jól lelassítós, és kell néha, hogy egy kicsit megnyugodjon az idegrendszered, és ne azonnal történjenek a dolgok, hanem megtanulni egy kicsit türelmesnek lenni, és várni, és nyugodtan csinálni a dolgokat. Nem akarok senkire rákényszeríteni semmit, hogy próbáljunk ki, csak azt mondom, hogy szerintem tök érdemes esélyt adni ezeknek a játékoknak, akár Farming Simulator, nyilván, mint tudom én, a Euro Truck Simulator is egy hasonló élmény a lassúságával, és érdemes kipróbálni, milyen az az érzés, amikor ezek a játékok segítenek neked lelassulni egy kicsit. Blyan írja, hogy igazából szerintem a Subnautica az a játék, amivel nem játszanék. Nem azért, mert nem tetszik, hanem mert eléggé bejut a talasszofóbiám, pedig van benne minden mechanika, amit szeretek, kraftolás, felfedezés, fejlődés, és még egy nagyon picit ijesztő is, ha úgy nézzük. Ez egy nagyon érdekes kérdés amúgy, hogy vannak olyan játékok, amik bizonyos fóbiák miatt teljesen elvágják magukat. Tehát mit tudom én, ott van vannak olyan helyzetek, ahol meg lehet ezt csinálni, tehát ugye a Lethal Company-ban például vannak bazén nagy pókok, és van egy ilyen arachnofóbia beállítás hozzá, hogyha te nem szeretnéd a pókokat látni, és konkrétan egy ilyen nagy piros spider felirattal változnak a pókok a játékban, és akkor így nem szembesülsz vele, és tudsz vele mégis játszani. Csak hogy ugye, hogyha talasszofóbiád van, ami ugye a víz alatti ismeretlen dolgoktól, meg a víz alatti nagy lényektől való félelem, a talasszofóbia, akkor ez a Subnautikából sehogy se tudod kiírtani, tehát ez a Subnautikában mindenképpen benne lesz. Pedig amúgy tényleg egy tök jó játék, és amúgy bizonyos szempontból ez még szomorú vagy szar, hogy így pont egy ilyen fóbia elvágja. Hát ez olyan, mint én a horror játékokkal, tehát ez a jumpscare dolog, és erről amúgy olvasgattam, hogy ez valami amúgy ilyen szenzoros feldolgozási probléma, és egyszerűen elvág egy egész műfajt, vagy elvág egy egész játékot, valami dolog, ami van a fejedben, és így nem tudsz vele mit kezdeni. Viszont Blyan kedves volt, megkérdezte, hogy nekem mi ez a játék, amit a körülöttem lévők 10/10-nek ítélnek meg, de nem tudnám magam rávenni, úgyhogy akkor én is válaszolok. Amúgy magadban eleinte úgy indult, hogy én is mindig válaszoltam a kérdésre, aztán egy kicsit elfelejtettem, mert amúgy a válaszokra a reakciómban benne volt, de most felhozok én is egyet. Ezt is amúgy sokan mások is írták, de nekem is ez az, amit leginkább válaszolnék erre.
Cségó, vagy hát most már C2, vagy az R6, tehát ezek az ilyen taktikai lövöldözős játékok. Ezzel nekem szimplán az a bajom, hogy azt érzem, hogy ehhez is egy olyan ismeret anyag kell, egy akkora ilyen tudás kell hozzá, hogy betanulni a pályákat, minden részét hogy hívják, mit hogyan kell csinálni. Ha egy olyan nézünk, mint az R6 vagy a Valorant, akkor ugye a csempeket is betanulni, hogy ki mit tud, milyen képességei vannak, mi jó ellene. Tehát ezek a taktikai lövöldék, értem a pozitívumát, hogy ezt a tudás, a tudásnak az alkalmazása az jó érzéssel tölt el, de azt érzem, hogy olyan szintű biflázás kéne ehhez, hogy egyáltalán elkezdjek játszani vele, hogy annyira meg nem érzékelem kiemelkedőnek magát az FPS részét, hogy ezzel foglalkozzak. Szóval szerintem ezek a taktikai lövöldék azok, amikkel tettem vele próbát, nyilván, hát évek óta, még a C1.6-tal, amikor még annyi idős voltam, de sose tudtam belemerülni. Pedig lehet, hogyha akkor belemerültem volna, akkor jobban élvezném, de nem. Nekem még a kódnak a Search and Destroy módja se jött be. Tehát ahol ilyen lassabb, stratégiázós dolog van FPS-ben, nekem az valamiért nem jön be. Én ha FPS, akkor az ilyen gyorsabb játékmenetet szeretem, és lassítani pedig más játékokban szeretek. Ez lehet, hogy fura, de nekem ez. És a következő kérdés, a következő magtra pedig elviszi egy kicsit netlegendák irányába ezt a sorozatot. Mi volt az a mém, vagy vírusvideó, vagy bármi ilyen mém kategóriába eső dolog, amit te valamiért sose tudtál viccesnek találni, és miért? Hagyd a válaszod a kommentben len, és én összeszedem a következő magt részben. Mint mindig most is segít, hogyha lájkolsz, kommentelsz, feliratkozol ennél a videónál, és ha érdekel, miket csinálok még az interneten, akkor kövess Twitchen is, Trendzen, Instán, stb. Várlak téged legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.